A Magyar Nemzeti Bank új felügyelőbizottsága vizsgálatot indít az MNB által megvásárolt ingatlanokkal, valamint a jegybank alapítványaival kapcsolatban. A Matolcsy György vezette MNB, illetve alapítványai az elmúlt 2,5 évben egy sor ingatlant vásároltak meg 10 milliárdos értékben. Az MNB-nek több mint 1 éven át nem volt felügyelőbizottsága. Nyáron választották meg a testületet, az elnök Papcsák Ferenc fideszes politikus lett. Mellette 2 kormánypárti és 1 jobbikos személy van a bizottságban. Hát nem semmi ilyen vizsgálóbizottsági tagnak lenni, gondolom. Van egy jobbikos benne, aki az nyafog, hogy miért nem nyilvánosak az eredmények, miért nem hozzák nyilvánosságra a felügyelőbizottság megállapításait, meg egyáltalán, de más nincs benne. Hát most tényleg nem azért, de ugye van a Nemzeti Bankról szóló törvény, amelyik ugye most a forint leértékelése miatt rohadt nagy nyeresége tesz szert a Nemzeti Bank. És ugye itt a pénz sorsa a lényeg. Na most a Nemzeti Bankról szóló törvénynek van 3 szakasza, amelyik taxatíve megmondja, hogy mire lehet ezt a dohányt fordítani. Vagy osztalékként kell kifizetni, vagy pedig tartalék alapba, vagy igen, eredménytartalékba kell helyezni. Tehát most ez az értékprogram, amiről már szó esett, ugye a Golgota kapcsán, hogy ezt a Nemzeti Bankról lenne, Ez ilyen nincs. Törvénytelen. Tehát törvénytelen, abszolút törvénytelen. Most ezt a Papcsák nevű ürgét oda küldték, csak azért, hogy semmi ne tudódjon ki, semmiről ne tárgyaljanak. Nagyon kevés fizetést kap, 1,2 millió forint. És ahhoz képest, amit korábban kapott, mert 4,5 milliót rakott össze, mikor a cég. Semmiféle tapasztalat a pénzszámláson kívül. Igen. Tehát, hogy effektíve tudja pörgetni a kezében a pénzt, mint a valutaváltók. Azon kívül semmihez nem ért. Egyébként se ért semmihez, de most a pénzügyekhez különösen nem. Hogy azt elemezzük, hogy ezek az emberek alkalmasak-e arra, amire ugye. Megmondtam a tálairól, mit mondott Orbán. Ugyanúgy, a tálairól. Legyen jó barát, hűséges szolga és elszánt harcos. Ez Papcsák Ferenc. Azt nem tette hozzá, hogy legyen tisztességtelen, legyen korrupt. Hozzáértő. De mi van, hogyha hozzáértő ember? Róna Pétert például nem választották meg. Milyen érdekes? Nem szeretik, ha hozzáért. Hát ez zavar. Viszont azt ne kell elbocsánat. Nem csak annyi, hogy az tényleg borzalmas, hogy az ember hallja ezeket a dolgokat, és egy kicsit én belefásultam ebbe őszintén, szóval így belefáradtam, hogy és szerintem mindenki, ugye vagy nem foglalkoznak az emberek ezek a dolgokkal, mármint a lakosság, mert nem is tudják, hogy mi van, vagy aki foglalkozik, az belefárad, és gyakorlatilag megy minden úgy, ahogy ők akarják, szóval ez elég riasztó. Nem, de van rá percünk, ezt beszéljük meg. Ma hallgattam a rádióban Orbán Viktort, nyilván beszélt a migráns kérdésről, és utána bejátszották a Tóbiást, aki most a MSZNP elnök, azt hiszem. MSZP. Vagy MSZP, vagy Ezeknél mindegy. Minden, a Tóbiás azt mondta, hogy támogatja az Orbán Viktor 6 pontját, jobb hiát. Most a vicc az, hogy szerintem ő a sajtótájékoztatóján, az utolsó, ahol azt a nagy életében ilyen jó formában nem volt, és tulajdonképpen abszolút egyetértek a mondani van ennek a 90%-ával. Tehát ezt nem ő találta ki, mert régen mindenki ezt mondta az Európai Unióban. Egy összefogó jó beszédet mondott. Jó, nagyon helyes. Mondjuk azért Tóbiásra sok mindent elárul, hogy ennyit tudott hozzáfűzni. Hát ők nyilván ilyen nagyon rossz helyzetben vannak, mert tudják azt, hogyha ez egy nagyon népszerű, nagyon népszerű dolog. Bandja, tehetségtelen az emberek, az Orbán mindig rossz helyzetben vannak. Nagyon nehéz olyan ütős dolgot mondani, ami az ő népszerűségeket. De azért Papcsák tanul lehet kavarszni. Mert a szocialisták népszerűségét. Különben a Nemzeti Bankra, amíg a visszatérve, azt néztétek, hogy milyen valami jó ízlésük van. Hogy annyira ne? Gyönyörű épületeket válogattak meg. Hát most meg, a luxusáruházat megvették. Hát a legszebbeket, tényleg. Úgyhogy ízlés az van. Hát az Eiffel palota. Amikor pénzem van, nekem is van. Tehát, illetve nem biztos, hogy mindenki. Tudjátok az Eiffel palota, ami volt régen, ott a nyugatinál? Nyomda.
Igen. Az egy nagyon szép épület, gyönyörű, és annyira szépen rendbehozták. Szóval nagyon szép látalapot. Ízlések előtt le a kalap. Hát azért vesznek éremgyűjteményt ismerőstől, szóval jó, vannak. Annyi mindent lehetne csinálni ebben az országban, szerintem nem, biztos, tényleg pont kastélyokat kell venni, nem vagyok benne biztos. Hát, szegény gyerekeknek veszik meg a menekültek. Na, de hát, ha már itt tartunk a disznóságoknál, mert hát ugye beszéltünk arról, hogy ez az egész törvényellenes. Igen. Mert hát ez erre a pénzelők itt nem a Matolcsi a hasárőt és azt csinál, amit akar. Tehát ezt megbeszéltük a Nemzeti Bankról, szólt, hogy ezt nem teszi lehetővé. De hát itt tulajdonképpen itt szó volt arról, hogy ők valamiféle elit közgazdászképzést, unortodott közgazdászképzést indítanak. Ehelyett az alapítványok létrehoznak mindenféle nem tudom miket, amik államkötvénypapírt vesznek több száz milliárdért, amit abszolút nem jó konform. De majd mi lesz ezekkel, azt itt tudjátok, hogy mert bocsánat, csak annyit, a Nemzeti Banknak a monetáris politika volna a dolga. Itt meg minden olyannal foglalkoznak, ahol pénzt lehet költeni, plusz meg lehet támogatni sumák módon. Miért nézel ilyen szomorúan? Ja, nem azon gondolkozom, hogy vannak egyéniségek, meg személyiségek, és majd eldöntöm mindjárt magamból, kik az igazi egyéniségek ebben a játékban, és kik a csak személyik, akiknek végül is semmi kompetenciájuk nincsen. Itt azért furcsa dolgok történnek. Szerintem a személyeknek nem tudod a nevét. Tehát akik egyéniségek valamilyen úton, módon, azt annak ismered a nevét, annak hallottad. Most tök mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de azoknak ismered a nevét. Én mellesen megjegyzem, hogy az ingatlan vásárlás mindenképpen jó dolog, legalább valami megmarad a pénzből. Tehát nem elpótja egy két pénz, na, ez nagyon jó kérdés, valóban, hogy ki él ez, de az biztos, hogy igen. A berakott pénz az vastagszik, mert most például 30-40%-ot fölmentek az ingatlanára, mióta megvásárolták, azóta is. Tehát a Nemzeti Banknak nem ez a funkciója, mert tudom, ugye, de annak ellenére jó befektetés az ingatlan. Igazán annak, amit mondott a Henrik, hogy nem csinálhat ilyet. Tehát ő neki az a feladata, hogyha be kell avatkozni a forint védelmébe, ő azonnal veszi ezt a pénzt és vásárol, és nem mondhatja azt, hogy pillanat, csak eladjuk ezt az ingatlant. Ma reggel csak 3-8-tól hallgattam a miniszterelnököt, kiment a fejemből, csak már mentem borotálkozni, akkor hallgattam. Nagyon érdekeset mondott, és szerintem rohadtul meg fogja bánni, hogy ezt mondta. Ugye a horvátokkal áll a bál, most a horvát miniszterelnök jönne rendbe tenni a dolgokat, és azt mondta a miniszterelnök, én azt hittem, hogy megvágom magam. És azt mondta, csak abban a hibában essünk mi magyarok, hogy a horvát miniszterelnököt, akivel óriási vitáink vannak, azonosítjuk a horvát emberekkel. Okay. Nekünk a horvát emberekkel semmi bajunk nincs. Ez azért érdekes, hogy ezt a baromságot kijött a száj, mert most mit hallottunk? Mert minket, magyarokat, meg a magyar emberek nevében kikérjük magunknak, meg így, meg úgy. Hát hirtelen kiderült, hogy van egyszer egy kormány, és vannak maguk az emberek. Igen. És az Orbán kormány megállás nélkül rólunk emberekre, rájuk nem vonatkozik. Akkor el kell mondanom nektek, amit nem tudom, hogy el szabad-e mondanom, én esetre beszéltem egy ilyen turizmusos emberrel, magyarországi turizmus vezető közül valakivel, aki elmesélte, hogy olyan őrületes nagy bajban vannak, mert bojkottálják a magyarokat ebben a pillanatban. Hát azért millió szám vállalnak. Nem, de hogy. A világ bennünket. Tehát, hogy kivel azonosítanak. Tehát, hogy bennünket a magyar kormánnyal azonosítanak. Hát egyébként én most voltam a Göteborgban ezen a könyvfesztiválon, és egyszer a bőrömön érzékeltem azt, hogy tulajdonképpen persze nyilván az Orbán kormány, meg az Orbánról volt a vita, meg minden, de tulajdonképpen azért úgy mi is itt benne voltunk ebben a dolgokban. Úgy értem, hogy éreztem magad, hogy magyar? Én nem éreztem magam jól őszintén. Szóval, igen, tehát úgymond ránk is úgy néztek, hogy hát ugye a magyarok ilyenek meg olyanok, úgyhogy ez egy kicsit gáz, mert... A gáz, bocsáss meg, Bandi, csak itt a Der Spiegel ezt írja, bevagonírozásnál. Több száz készenleti rendőr felügyel, a szegedi pályadon az égig ér a bűz, mert a vasúti kocsik WC-jéből minden a vágányokra ömlik. A szerb határon közben kísértetés jelentek játszódnak le, megkezdődött a nagy kitoloncolási akció. Mindez egyenlőre az utolsó fejezete annak a menekült politikának, amely káoszhoz vezette az országot. Guardian. Az egész kontinensnek fel kell lépni ezzel ellen a rohadt rezsim ellen. Fontos a különbségtétel a magyar kormány kegyetlenség és Magyarország egészek között. Csak az van, amit te mondasz, hogy ez a mocsok, ami ömlik a sinekre, mert a szar egyenesen megy le oda az állomáson, mert hova menne egyébként. Az ránk is ömlik. Ez ránk is ömlik. És jegyezzük meg, mit mondott Orbán Viktor ma reggel.
ne azonosítsuk a horvát kormányt a horvát emberekkel. Könyörgök, minket se azonosítsanak ezzel a rezsimmel. Ne, nem érdemeljük meg. Találkozunk egy hét múlva.